A Galamb József Veterán Jármű Kiállító Központ ünnepi és átadóján beszédet mondott Lázár János, építési és közlekedési miniszter, aki kiemelten ejtett szót az autóipar jelenéről és jövőjéről. Mi összekötöttük a jövőnket az autóiparral. A világban nagyon kevés olyan ország van, ahol a GDP meghatározó szegmense az autóipar a mai világban. Magyarországon a magyar GDP-ből 20%-ot ad az autóipar. Ami azt jelenti, hogy mi magyarok, amit megtermelünk ebben az országban minden évben, abból minden ötödik forint, minden ötödik eredményes forint, az az autóiparból jön, vagy az autóiparból származik. Kezdtük annak idején a Suzuki-val, folytattuk az Opel-lel, majd jött az Audi a Volkswagen csoport részeképpen, utána a Mercedes, most érkezik a BMW és a BYD. A miniszter megjegyezte, hogy sokan pessimisták és nem hisznek az autózás jövőjével kapcsolatban. Azonban azt el kell ismerni, hogy a gépjármű egyfajta státuszszimbólum, és a siker valamint a jó mód fokmérője. Lázár János kiemelten tett szót arról, hogy ha megnyílik a BYD és a BMW, akkor Magyarország kiemelkedő teljesítményt fog nyújtani. 800 ezer darab autó kerül előállításra. Sokan bizonytalanok abban és kételkednek, hogy ez vajon helyes, jó dolog-e erre építeni a magyar gazdaságot. Én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon jó dolog, és azt is elmondom, hogy miért. Magyarországon kétfajta autót kell gyártani, egyet a gazdagoknak, egyet pedig a szegényebbeknek. A gazdagoknak gyártunk Audi-t, BMW-t és Mercedes-t, az alacsonyabb keresetőeknek pedig BYD-t fogunk gyártani. A BYD gyár Szegeden, amely két év múlva ki akarja bocsájtani az első autót, egy 25-30 ezer eurós autót fog gyártani. Egy évben a BYD a világon 4 millió 400 ezer darab autót akar gyártani. Egy kínai cég egy évben az egész világon 4 millió 400 ezer darab autót akar gyártani. Úgy gondolom, hogy egy évben 300 ezer darab Mercedes gyártanak összesen. Tehát a nagyságrendet érzékeltetendő. Hozzátette, a BYD arra törekszik, hogy ledömpingelje a világot. Olcsó autóval látja el azokat a városi polgárokat, fiatalokat vagy alacsonyabb keresetőeket, akik kisebb autóval, elektromos vagy vegyes meghajtású gépjárművel képzelik el a jövőjüket. Ezekből 200-250 ezer autó fog legördülni a szegedi gyártószallagról, tőlünk közel 35 kilométer távolságból. Sok száz vagy akár ezres létszámú makuinak és a térségben élőnek adhat majd munkát a gyár.